Jó estét kívánok, sziasztok! Az első szó, ami kikívánkozik belőlem, az a köszönet. Elsősorban szeretném megköszönni Asbóth Kristófnak, hogy ilyen komolyá tette ezt az anyagot, hogy ilyen szépen egységes tablókba rendezte, és kiállítássá alakította. Úgyhogy így most ez nagyon jó érzés. Mert eddig csak így monitoron nézegettük a terveket. A második köszönet az Rajna Andrásnak szól, aki majd utánam fogja megnyitni a kiállítást. Ő a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum régészeti igazgatója, ennek a pályázati területnek a tulajdonképpeni gazdája. És ez azt is jelenti, hogy azon túlmenően, hogy ez egy mesteriskolás felvételi pályázat volt, ami mindig vérre megy, mert az alapján vettünk fel titeket, az új ciklusnak a hallgatóit, a 27-et. Azon túlmenően ez egy nagyon konkrét és valóságos problémakör, amivel a pályázatban foglalkoztunk, a Szentendrei Kastrumnak a helyzete és sorsa. Én magam 27 évvel ezelőtt költöztünk Szentendrére, kiszámoltam, de most elfelejtettem, hogy mit én 6858-szor kerültem meg eddig minden reggel és minden délután a Kastrum dombot, jövetmenet, és folyamatosan ezen gondolkodtam, hogy ez mi, és hogy mit kellene vele csinálni. Szentendre identitásának alapvető eleme, és még sincs benne a város mentális öntudatában, a mentális térképen nem szerepel, csak egy fekete lyukként. Úgyhogy ez azon túlmenően, hogy a kiválasztást volt hivatva segíteni, vagy eldönteni, hogy kit veszünk fel, kit nem. Azon túlmenően Szentendrével kapcsolatban is lesz tovább lépése a témának. Volt egy szimpózium két héttel ezelőtt ezzel kapcsolatban, ahol mindenféle okosságok elhangzottak, és komoly szakértők nyilvánultak meg, akik Vasáros Zsolttól, Vukoszávlev Zoránig és Mezős Tamástól Rajna Andrásig, akik elmondták a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mit kell ma a 21. században csinálni egy ilyen 1800 éves emlékkel, ami részben van csak feltárva. De mindesetre folytatni fogjuk, és lesz Szentendrén is kiállítás. Elkövettem egy hibát, hogy általában rosszul kommunikálok, és nem szóltam időben sajnos az önkormányzaton a polgármester úrnak, meg a Ferenci Múzeumi Centrum vezetőségének, igazgatójának. Ezúttal is elnézést kérek most így tőlük az éteren keresztül, és próbálom majd kijavítani a hibámat, hogy ezt a kommunikációt rendezhessük. És köszönöm, és akkor megkérem Rajna Andrást, hogy... Ja, akkor azt mondtad, hogy három embernek a köszönhetően, annál is kettő van. Ja, a harmadik pedig, akkor jó, hogy mondod, Dévényi Tamás, aki... De most ez halálkomoly. De halálkomoly. Tudnélik, ő egy személyben írt, szervezte meg tulajdonképpen magát a pályázatot. Aki csinált már pályázatot, az tudja, hogy ez milyen nehéz dolog. Egy személyben szervezte meg, kommunikálta le, tartotta a kapcsolatot mind a 38 vagy 41 jelentkezővel, és aztán csinálta végig, és irányította a zsűrizést is. Úgyhogy neki is köszönet. Köszönöm, és akkor András, gyere! Köszönöm szépen! Jó estét mindenkinek! Rajna András vagyok, régész, a Ferenci Múzeumi Centrumban dolgozok. Osztályvezető vagyok, nem igazgató, hál' Istennek, de igazgató nem szeretnék lenni. Egy kis magyarázat, hogy miért ketten állunk itt. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a másik kislányom 1 éves, és a feleségemnek este ez nagyon kemény lenne, hogyha a két gyerek otthon lenne vele. És a Sári meg imád kiállítás megnyitókra jönni. Ezért jött el. És igazából, ami meg ilyen titkos vágyam, hogy én Szentendrén születtem,
és azóta is ott élek, és rengeteget jártam itt a területre. Régen itt volt játszótér, itt volt a bölcsőde a Vacek villa épületével, és szóval a gyerekkorom egy része itt telt, és a területtel igazából nem történt semmi, sőt, inkább csak lepusztult. A játszótér tönkrement, elhordták a játékokat. És az ő kisgyerekkorában már nem fogunk oda játszótérre menni, ezt azért világosan látom, de talán fiatal felnőttként vagy nagyiskolásként még remélhetőleg ő birtokba veheti ezt a területet. És igazából ez lenne a legjobb ebbe az egészben, hogyha valami történne. Amikor János felhívott és megkért, hogy mondjak egy pár szót a kiállítás megnyitására, akkor egyrészt örömmel mondtam igent, másrészt pedig kérdeztem tőle, hogy miről beszéljek. És azt mondta, hogy hát amiről szoktál, az jó lesz. Általában a tábor történetéről szoktam beszélni. Voltatok ti is többen, van egy-két ismerős arc, akik a nyári 40 fokos bejáráson végig sétáltátok velem ott a környéket. Most elsősorban mégse igazából a régészetről szeretnék beszélni, mert azt el is mondtam, le is van írva, olvasható is rengeteg helyen, és ennek az egész kiállításnak sem feltétlenül ez a célja, hogy a régészeti értékek hogy legyenek bemutatva, hanem az, hogy a terület kapjon egy új impulzust. Végre valami történjen itt. És számtalan esetben jönnek érdeklődők, akár régészeti vonalon is, ugye volt ez a Limes, ami hát sajnos kútba esett, és egyéb beruházások során is általában eljutnak a múzeumhoz, megkérdezik, hogy mit lehet építeni, és erre nagyon rövid válasz az, hogy semmit. Mert ugye a területen lévő romokra ráépítkezni nyilvánvalóan ilyen formában nem lehet, vannak megoldások, persze ezt tudjuk, rengeteg ilyen egyeztetés volt. Én mióta megörököltem ezt a Kastrum területet Maróti Évától, aki csinált az ásatásokat a 2000-es években, számtalan ilyen egyeztetésen meg bejáráson vettem részt, és valahogy mindig úgy volt, hogy megkérdezték tőlünk, hogy mit szeretnétek ti a területen. És én akkor mindig elmondom a vágyaimat, hogy a kőtár kerüljön fedett helyre, legyen egy játszótér a gyerekeknek, ugye, hogy ne kelljen autóba ülni. Mi ott lakunk az út túloldalán, szóval hogy ez nagyon praktikus lenne, hogy ott lenne valami. És legyen egy kutyasétáltató, mert most van kiskutyánk. Meg szóval számos ilyen szentendrei lakosú vágyaim vannak, azon túl, hogy nyilvánvalóan a romokat is valahogy, ha nem is feltárva, de érzékeltetve, a tömegét megmutatva tudjuk bemutatni. És ennek a fajta bemutatásának nem feltétlenül kulcsa az, hogy mindent ki kell ásni. Sőt, inkább azt mondom, hogy sok mindent nem kéne kiásni, csak a lényeges dolgokat, problémákra fókuszálva feltárást csinálni. És az összes többit pedig olyan módon hasznosítani, hogy élhető legyen, igénybe vehető legyen. Legyen egy közpark, legyen egy jó olyan közös terület, ahol együtt el tudunk menni az óvoda után, amikor vége van az óvodának, mert az óvoda még a másik utcában van. Tehát, hogy tök praktikus lenne, egy nagy üres zöld felület van ott, ami most teljesen kihasználatlan, múzeumi ingatlanok vannak rajta, a nagy része önkormányzati tulajdon, tehát igazából bármit lehetne kezdeni ebből a szempontból. Még jogilag is majdnem tiszta az egész. És amikor volt a bejárás, veletek is, meg másokkal is, én mindig azzal szoktam kezdeni ott az ásatási terület mellett, hogy hát tulajdonképpen ez lenne a városnak a kapuja, ugye ott a buszparkolók kívül, ezt ismeritek mindnyájan rajta a terveked is, oda jönnek meg a turisták, ott ömlenek ki a buszból. És azonnal egyrészt egy ilyen szörnyűséget látnak, egy nagy dzsumbújt, másrészt pedig, amíg várnak a buszra, vagy elindulnak a busszal, vagy leszálltak a buszról, azokat a kiszolgáló létesítményeket ott kellene valahogy helyben megfogni, és hogy, tehát egy nagyon praktikus terület is, mert igazából nem tudják kikerülni a turisták. Meg kellene mutatni ezt ilyen formában is. És ezeken a bejáráson mindig azt szoktam kezdeni, hogy ugye a tábor kapuját kéne valahogy megmutatni, mint a város kapuja valahogy bejönni a területre a római úton keresztül, és hát ennek az első lépcsője, hogy ez a most ott álló sárga, nagyon csúnya garázssor, az tűnjön el. Dózereljük le, és vagy ne legyen ott semmi, vagy csak egy kis fogadóépület, vagy ilyesmi. És már ez a mesteriskolás kiírás is erre nagyon jó volt nekem, aki ezt 10 éve mondom, hogy ez nem jó ez az elgondolás.
nem kell azt eldózerelni. Hát ez az egyik olyan épület, amivel lehetne valamit kezdeni. És az, hogy én nem tudom elképzelni, hogy abból egy szép valami legyen, az az én korlátoltságom, mert itt csak végignéztek egy pár tervem, ahogy mi is végig sétáltunk, hogy ennyire gyönyörű, szellős, tágas, világos tereket lehetne adni abba az épületbe, ez fantasztikus. És valóban ez az egész kasztrófejlesztés, ez igazából több irányból kellene, hogy elinduljon. Egyrészt kellene egy projektcsapat, aki úgy régészeti és műemlékvédelmi oldalról, mint építészeti oldalról, a városvezetés, hogy mit tud adni, közös pályázatfigyelés. Tehát nyilván ebbe az irányba kellene elmozdulni, de mégis valahogy úgy, hogy kis lépésekkel, mert az, hogy oda épüljön egy hatalmas komplexum, amit a 2000-es évek elején elképzeltek, először múzeumot, aztán szállodát, az igazából kivitelezhetetlen. Akkor a válság söpört el, most ugye megint válságban vagyunk, vagy lesz, tehát egy darabig ez megint nem reális, de a meglévő értékeinkkel, a nagy ronda garázssorral, ami sárga és ezért szép, mint most kiderült itt nekem, illetve a Vacek villával, meg ott még néhány épülettel, ami már tönkretette, ami alatta van. Tehát ezekkel kellene gazdálkodnunk, ezekből kellene úgy jól kijönnünk, hogy a terület további fejlesztésére onnan legyen tőke, akár pénz, akár szellemi tőke. És hogyha ezt így valahogy be tudjuk indítani azokkal a tervekkel, mert most már, ha jönnek hozzánk, akkor tudom azt mondani, hogy vannak tervek. Mert eddig csak a vágyaimat tudtam elmondani, most már tervek is vannak. Hogy igenis, ezekkel a tervekkel nagyon klasszul el lehet indulni. És itt eljött a kollégám is, Patai Robi, aki megnézte a terveket, és azt mondta, hogy csak így futtába végignézve, tök mindegy, hogy melyik lesz, de valamelyik legyen. Úgyhogy én is csak ezt kívánom, nagyon szépeket terveztetek, gratulálok hozzá, tényleg sok munka van benne, és látni, hogy magáévá tette mindenki ezt az egész helyet, ami egy csodálatos, gyönyörű kert, és amivel lehetne valamit kezdeni. És hogy ebből a csúnya épületből milyen szépséget lehet, ami passzol ez a kerthez, ez fantasztikus. Úgyhogy további jó munkát kívánok, sikereket a mindenkinek a mesteriskolával, és remélem, hogy valami megvalósul, és majd a helyszínen fogunk kocintani ennek örömére. Köszönöm szépen! Estét. Én Valkai Csaba vagyok, hát hogy János szavait folytatva, kiszámoltam, én olyan 2000-valahány száznál járok, és bocsánat, de én olvasni fogok, ez remélem nem veszitek tiszteletlenségnek, én nem annak szántam. A felül vannak kétségeim, hogy a Szentendrén érő majd 30 ezer ember mentális térképén mennyire jelenik meg az, hogy a város testében egy római korú kasztrum lapul meg. Pedig Szentendre a festők városa, szóval kell lennie, és van is szellemi potenciál az itt élőkben. És az a gyanúm, hogy az ideérkező turistáknak is csak egy vakfolt lehet a terület, annak ellenére, hogy épp a légiós tábor nyugati kapujának tövében dobja ki, majd veszi fel őket a busz. Azt gondolom, hogy ez nem elsősorban a guide és a helyiek hibája, hiszen arról a tényről, hogy itt valami nem szerb lehet, csak a római kőtár elnevezésű busz megálló, vagy esetleg a parkoló tövében álló, mondjuk úgy, római mediterránosra sikeredett kasztrum center árulkodhat. Szóval, aki nem tömegközlekedik itt, és azt valami kevesen teszik, annak bizony ez a tudás kiesik, sőt, be sem megy. Mondom, hogy Szentendre a festők városa, de valójában Szentendre az autósok városa, ahol egy családnak nincs legalább két kocsija, az itt labdába sem rúg. És akkor el is értünk a lényekhez, már a szerintemi lényekhez. Utoljára akkor toltak egy vagonpénzt Szentendrébe, amikor belevágták a Dunakanyar körút nevű belvárosi autópályát a szövetbe, izolálva ezzel az óvárost a többi, jóval nagyobb területektől. Ezen a tényen nem túl sokat segített az elmúlt 30 év agglomerációs láza sem, így mára már minden reggel és este a fél Dunakanyar és a komplett Szentendrei sziget dugózik itt át, tartalmas órákon keresztül.
Ha mondjuk a Szilvanilla cuki magasságában valahogy megoldható lehetne, hogy a rádiólás megszakítva egy római katonai műsor venni át a helyet, már nyert ügyünk lenne. Most úgy látszik, hosszú-hosszú idők után újra pénz állhat a házhoz a mobilizációra, elsősorban a közösségi közlekedés javítására. Igen ám, de az, ahogy ez ilyenkor lenni is szokott, jó magyarosan, az úr azt is megmondja, mire költhetjük az adományát. Így ahelyett, hogy regionális léptékben gondolkodva megépíteni a régi, régbeígért új hidat Vác felé, és vagy megvalósítaná Csonka, de mégis Szentendrét elkerülő utat, ahelyett hévállomás bont és épít, 16 csuklós busznyi parkolóval növeli a volán területet, és 300 férőhelyes, jelszerű parkolóházat emel a hévvégállomás területén. Örülünk is mi ennek nagyon, csak ezzel újabb 50 évre garantáljuk a 2x2 sáv rendkívüli hasznosságát, a körút inkább Hungária, mintsem kis, vagy maximum nagy karakterét. Márpedig a nagy fociban ez jelenti a mesteriskola felvételi pályázat felhívása a Kastrum környezetének rendezésének. Hiszen le tudjuk kapcsolni a 11-es átmenő jellegét, és keresztül Kassul szabadon átjárható városi bulvárra szeledül, azonnal arcukat mutató, hívogató házak és közterek jelennének meg a vonalában, és nyomban leesne a kiírásban rögzített gigaparkol is az alaptérképről. Hiszen egy, kimondom én is, élhető város nem engedheti meg magának, hogy a szívében ekkora aszfalttenger legyen, sőt, eleve az sem, hogy a turista buszok eddig bejöjjenek. Mert ebben az esetben a Kossuth utca a postáig gyalogos zóna, és a Kastrum 4 bejárata közül a turista a Ferenci Múzeum kertjénél van, a helyieké meg ott, ahol most ez a szép hosszú garázsépület húzódik, és a többi, és a többi. Mindebből persze az következhetne, hogy a mesteriskolás tervek kispályások. A fel nem vállalósok, beleértve a mestereket is, akik a felhívást megfogalmazták. De ők nagy rutinnal már nem hisznek az ölükbe hulló dolgokban, meg a sopánkodó tétlenségben. Ha jól értem, azt mondják, hogy csak ki kell nyitni a római kapukat, és a legegyszerűbb eszközökkel, de át kell vezetni az embereket itt. Hagyni kell őket, hadd fedezzék fel, és tegyék így módon magukévá a helyet. Aztán majd kialakul, mi akar lenni belőle. Csak résen kell lenni. Nekem azok a tervek a legkedvesebbek, amik szó szerint csak erre a beengedésre és szelíd átvezetésre koncentrálnak. De biztos vagyok benne, hogy ha ezzel a szemmel nézik őket, önök is meglelik a magukéknak tetszőt. A kiállítást ezennel örömmel nyitom.